Évről évre egyre komolyabb problémát okoz a tanárhiány. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint olyan nagy a probléma, hogyha néhány éven belül nem érkezik utánpótlás, akkor komolyabban megrogyhat a rendszer. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezzel szemben azt közölte híradónkkal, hogy 10 éves stagnál a tanárok száma. Ráadásul a pedagógus szak az egyik legnépszerűbb a felsőoktatásban. Alig kezdődött el a vakáció, a szakszervezetek már a következő tanév miatt aggódnak. Évről évre ugyanis egyre komolyabb problémát jelent a pedagógus hiány. Lukácsi Nóra 20 éve dolgozik magyar-angol szakos tanárként egy budapesti középiskolában. Egy ideje már csak félállásban, szeptembertől pedig elhagyja a pedagógusi pályát és jógaoktatóként dolgozik tovább. Azt gondolom, hogy rengeteget investáltam én magam, és áldoztam azért, hogy a rendszeren belül jó tanár lehessek, és most elfáradtam. Tehát 20 év után eljött az a pont, hogy azt érzem, hogy nem akarok több áldozatot hozni azért, hogy nettó 1250 forintért és minimális társadalmi megbesültségért tovább csináljam ezt a pályát. Szomorú képet fest a közoktatás helyzetéről az Egyensúlyi Intézet júniusi közpolitikai javaslatcsomagja is. Az intézet szerint a pedagógus hiány három fő oka, hogy kevesen választják ezt a pályát, hogy rendkívül magas a pálya elhagyók aránya a túlterheltség, az alacsony bérezés és a bérfejlődés miatt, illetve a nyugdíjasok közül kevesen élnek az óraadás lehetőségével, mert fáradtak és mert nem éri meg nekik. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivője arról beszélt híradónknak, hogy jogszabály szerint 22-26 óra a kötelező óraszám. Ha viszont nincs elegendő pedagógus, akkor ezt automatikusan 26-ra állítják be. A helyettesítéseket tradicionálisan meg 2013 óta nem fizetik, és hát ilyen módon gyakorlatilag lefedik az órákat, tehát a krétában látszólag nincsenek elmaradt órák, nincs olyan, hogy valaki ne volna beírva, ezt valamiféleképpen megoldják, akár osztályösszevonásokkal is. A pedagógusok szakszervezetének alelnöke híradónknak arról beszélt, hogy szerintük 4-5 év múlva a teljes oktatási rendszer meg fog rodni, ha nem kapnak komolyabb utánpótlást. Az összeomlás szélén táncol a pedagógus életpálya. Egy pályakezdő fiatal 230 ezer forint bruttót keres. Ez azt jelenti, hogy 150 ezer forint nettó körül kap. Ez egy budapesti albérletre nem elegendő. De ha azt veszük alapul, Romániába a pályakezdő fiatalok 80 euróval magasabb nettó keresettel rendelkeznek, mint Magyarországon. A szaktárca azt írta híradónknak, hogy Magyarországon az aktív pedagógusok száma 165 és 170 ezer fő között mozog egy évtizede. Hozzátették, hogy nyaranta 5-6 ezer pályakezdő keres új munkahelyet. Az EMMI szerint pozitívum, hogy a pedagógus képzés a magyar felsőoktatás harmadik legnépszerűbb képzési területe.